Augusto Weber. Örülök. Az olimpiai bajnok és egyik rajongójának első találkozása. Risto Véva nyereményjátékot hirdetett Facebookos követői között. A szerencsés kiválasztott elkísérhette kedvencét a FINA Masters VB vízilabda döntőjére. A nyertes a centerposzton pólózó Tóth Bálint álma valóra vált, hogy láthatta a legendákat. Mióta vízilabdázol? 5 éve. Még emlékszem, hogy 2012. október 1-én. Mentem az első edzésemre. Szeretem a sportot, hogy azt fogott meg benne, hogy pörgős, sok a gól, sosincs olyan, hogy meg lehet állni, mindig hajtani kell. A választásom alapvetően az volt az egyik, ami nagyon fontos, hogy szerintem olyan emberekre kell ilyenkor gondolni, akikben benne lehet a jövő, tudunk példát mutatni nekik, és tudunk olyan lehetőséget adni, mint például ugye a Bálint, aki éppen már változó korban, 15 éves, tehát a jövőjét nézegeti. Ki a példakép? Hát nekem Szívós Marci és Hárai Balázs. És miért ők? Hát a Szívós Marci az nem szentelt, vagy nem? Ő nem, viszont nagyon tisztelem őt. És pedig azért, mert a labdatechnika, ahogy ő dobja a labdát, ahogy ő használja a labdát, hogy nekem az nagyon megtetszett. A vízilabdát hobbiból csinálom, de inkább már kezdek a vízilabda felé menni, de hogyha nem jön össze, akkor programozó szeretnék lenni. Az informatikát a Veres Egyházat a suliba, ott figyeltem rá külön nagyon, és mellette még a matek tagozat is sokat segített. De egyébként a vízilabda szerintem az a sportág, amiben a tanulás és a sport azért egy szintig vagy egy ideig, hogyha nyilván jó vagy benne, akkor azt lehet párhuzamosan csinálni. Igen. De én azt gondolom, és nagyon, nagyon jól látod, hogy attól, hogy most vízilabdázol, azért nyilván tanulni kell. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogyha bármit sportol az ember. Mi van, hogyha most annyira megfog ennek a milliője, hogy azt mondod, ha hazamész, hogy apa, én is olimpiai bajnokok. Hát lehetséges, szerintem van rá esély. Már óvodás korában ő is, meg a tesó is elkezdett úszni, aztán elkezdtek vízilabdázni. Mindenki szereti a vízilabdát a családban. Éva még egy csavart tett a nyereménybe azzal, hogy Bálintot egy kétszeres olimpiai bajnoknak is bemutatta. Tiszteletem! Hoztam pólót, és az egyik a testvéremé, és tegnap volt a szünep, és meg aláírnám neki is. Hogy? Természetesen. Ezt pedig én hoztam neked, fogad sok szeretettel. Köszönöm szépen. Egy kis ajándék ugye a VB-ről, van benne egy kis labda is, és ha gondolod, az egész csapatnak beviszem és aláírjuk, jó? Na, mit szólsz hozzá? Az jó? Igen, tetszik. A vízilabda Magyarországon nagyon-nagyon ismert és elismert sportág, de a népszerűsítés az soha nem árt. Úgyhogy ez a hét, ezzel a csapattal, ez az esemény úgy gondolom egy óriási nagy propagandája az egész sportnak, világszerte. Rajmund pedig az olimpiai bajnokokkal teli Millennium csapatával még a vízbeugrás előtt aláíratta a labdát, amit a meccset megelőző pillanatokban sikerült a lelátóra juttatni. Bálinték ezzel az erekével felvértezve szurkolhatták végig a legendák összecsapását. Évával nagyon jó volt a találkozás, nagyon kedves ember, és nagyon jó volt végül is, hát gálameccs volt, mert úgyhogy könnyen nyertünk szerencsére, és így közönségre is játszottak, szóval direkt szép gólokat lőttek, nagyon szép volt.